Sziasztok! Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy hogyan készül a 10.000 forintos. Ezen az íven egyébként 28 darab 10.000-es található, azaz 280.000 forint. Lássuk, hogy hogyan jutottunk el idáig. A következőkben a bankjegytervezéstől kezdve a papírgyártás folyamatán át az egyes nyomtatási fázisokig lépésről lépésre végignézzük, hogyan készül a második legnagyobb címlet a magyar bankjegysorban, a 10.000 forintos. Természetesen szó lesz majd a szigorú biztonsági szabályokról, de például arról is, hol és hogyan semmisítik meg a már használaton kívüli bankjegyeket. A pénznyomda épülete az ország legszigorúbban védett épületei közé tartozik, így egy egészen exkluzív bejárás következik most. Azt fontos az elején elmondani, a felvételek jó része még a koronavírus hazai megjelenése előtt készült. Zsolt lesz az, aki ma egész nap engem itt végig kalauzol a pénznyomda épületén. Nagyon izgalmas hely egyébként, így már van egy hangulat, azt mondhatjuk. Hova megyünk először? Grafikai tervező stúdióba megyünk, ez az a helyszín, ahol minden bankjegynek, új terméknek a koncepciója, a grafikai terve elkészül. Ez az első állomás. Új bankjegy esetében, miután a bankjegy kibocsátója, a Magyar Nemzeti Bank meghatározza a fő irányvonalakat, például, hogy mely történelmi személy szerepeljen az előoldalon, és mi legyen a képjelem a hátoldalon, a grafikusok elvégzik a tervek kidolgozását. Az ő feladatuk egyébként nem merül ki csupán ebben, hiszen például a címletek grafikai elemeinek az időszakonkénti megújítása is itt történik. A bankjegy nyomda dolgozóinak az arca egyébként biztonsági okokból nem mutatható, ez alól kivételt képez a most látható Pálinkás György grafikus művész, aki a 10.000 forintos legújabb változatának a grafikai terveit készítette. Egy bankjegy grafikai elemei két részre oszthatók. Az előoldalon található névérték és portré, valamint a hátoldalon található képi elem, azaz a jól beazonosítható elemek a metszetnyomatok. Nem sokára látjuk is majd magát a metszetnyomtatást, azaz, hogy a 10.000-es esetében hogyan kerül fel Szent István portréja a főoldalra, míg hozzá kapcsolódó helyszínként az esztergomi bazilika a hátoldalra. A metszetnyomat mellett van egy alnyomatunk, avagy hátterünk, ami kevésbé látványos, mint a metszetnyomat, ugyanakkor bizonyos értelemben fontosabb, hisz sokkal több biztonsági elemet rejt, elég, ha megnézzük ezt a képet. Így néz ki a szemünk által összefüggő vonalnak látott 10.000-es alnyomat a több százszoros nagyításban. Nagyjából egyébként 12.800 dpi, avagy dot per inch részletességű az alnyomat, ami lefordítva annyit tesz, hogy 12.800 pont található egy incsen, vagyis nagyjából 2,54 század centiméteren. Na de haladjunk is tovább. Hogyha még a biztonságra maradunk, az majd megkerülhetetlen kérdés, hogy mi a helyzet a telefonokkal. Én úgy tudom, hogy például a privát telefonodat te sem hozhatod be ide az épületbe. Így van, a privát telefonomat sem én, sem a kollégák nem hozhatja be az épületbe, a portán zárt szekrényekbe kell ezt letenni a munka megkezdésekor és a végén lehet visszavenni, azonban a céges telefonokra van jogosultság, hogy bejöjjenek az üzemi területre, azonban azokon van egy informatikai tiltás, ami az a cég egy kilométeres körzetében tiltja mind a hangfelvételnek, mind a videófelvételnek a készítését. Tehát akkor most megmutatnád a céges telefonodat, akkor azon nem működik a kamera például. Így van. Tényleg. A grafikai tervezés után van tehát egy felnyomati és egy alnyomati ábránk. Ezeket, mint majd látjuk, külön-külön nyomdagépen nyomtatják a bankjegy felületére, ám az is érdekes, hogy már maguk a nyomdagépekbe szánt nyomólemezek is itt helyben készülnek. Ebben a biztonságtechnikai okok mellett az is szerepet játszik, hogy nyomtatás során nagy erőhatás éri ezeket a lemezeket, így viszonylag gyakran szorulnak cserére. A metszetnyomó lemezek gyártási helyére már csak azért is érdemes benézni, mert ahogy az eljárás nevében is benne van, nagyon hasonlít a több száz éves hagyománnyal bíró rézmetszet nyomtatásra, csak míg korábban maga a grafikus kézi szerszámokkal készítette a réz nyomóformát, ma már egy lézer égeti bele a digitális grafikai adatot a lemezbe, majd galvanoplasztikai úton hatalmas kádakban és vegyszerek segítségével alakítják ki a végleges nyomóformát. A bankjegyeket években nyomtatják, egy évre 28 darab bankjegy kerül, azért ennyi, mert ez a legideálisabb és legköltséghatékonyabb leosztás.
ez az, ami bele fog kerülni magába a nyomógépbe, ugye, hogy érzed, hogy ezek a kis vonalak, ezek mélyebben vannak, mint maga a nyomólemesség. Ez az, ahol a festék majd bele fog menni a nyomógépen, és amikor közvetlenül találkozik a papírral, onnan fogja a papír ezt a festéket kiemelni. Rövidesen látjuk majd, hogy a nyomólemezek immár a nyomógépekben miként dolgoznak, ám a nyomtatáshoz papír is kell, úgyhogy most irány Miskolc, azon belül Diósgyőr, ahol maga a bankjegypapír készül. A Diósgyőri papírgyár épülete a pénzjegy nyomdájhoz hasonló szigorúsággal védett épület, az autóknak például egy ilyen mesterséges akadálypályán át vezet az út a belső parkolóhoz, az épületen belülre pedig egy ilyen kapszulás zsilipes kapun keresztül lehet bejutni. Belül sok a titok és az érdekesség, cserébe viszont a sok hangos gépnek köszönhetően elég nagy az alapza is. Most egyébként épp a 20.000 forintoshoz készül a papír, de mivel a bankjegypapírok nagyon sok eleme megegyezik, így a gyártásban alig van különbség a 10.000-eshez képest. A papírgyártás alapja a cellulóz, és mivel a legtisztább cellulózt adó anyag a gyapot, a bankjegypapír gyapott cellulóz ívekből készül. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy ez teljesen szapad. Nagyon finom szálakból áll, így van, amely finom szálak, maguk a rövid cellulóz szálak, ezek olyan 3-5 mm-es rossz szálak, amelyek itt a továbbfeldolgozás során még rövidebbek, és felületükben nagyobbaká fognak válni. Ez fogja majd azt a megfelelő kötést biztosítani, amely a papír szilárdsága szükséges. A gyapott cellulóz ívek néhány előkészítő lépés után ebbe a folyadékkal teli úgynevezett pulperező kádba kerülnek, ahol elkezdődik az említett rostokra bomlásuk. Hogyha csak így hirtelen itt teremnénk ennél a kádnál, anélkül, hogy tudnám, hol vagyunk, akkor lehet-e túrókészítőüzem, vagy vajkészítőüzem ezzel a fehér masszával, de ez egy papírgyár. Így van, ez még mindig papírgyár. Előbb látott lapban lévő cellulóz ugye oldás után egy ilyen PP változik, amelynek olyan 5% a száraz anyag. Hú, fröcskös szépen! Így van, dolgozik az anyag, gyakorlatilag itt, amit látunk, 2-3 mm hosszú rostokat látunk, amelyek már szétoldódtak, számos alakításon már részt vettek, még további mechanikai, illetve kémiai beavatkozások lesznek, és utána ez kerül be a szitakádba, ebből lesz a papír. A kádban egyébként apró, UV-ra érzékeny biztonsági szálakat is kevernek a masszához, ezeket később majd látjuk UV-fény alatt megelevenedni. A következő állomás a hengerszita, ami tulajdonképpen egy hengerre erősített sűrű szövésű háló, ezzel préselik, vagy választják ki a pépet a vízből, és a szita egyúttal felviszi a minden bankjegypapírban kötelező jelleggel megtalálható biztonsági elemet, a vízjelet is. Mivel ez egy saját eljárás és féltve őrzik a technológiát, munka közben túl sok részlet nem mutatható belőle, viszont a vízjelet is tartalmazó szita a gépből kivéve szemügyre vehető. Nagyjából ugyanott, ahol a pép kiválik és megkapjuk a már tehát vízjelen ellátott kvázi előpapírt, bekerül egy újabb biztonsági elem, a fémszál is. Ez gyakorlatilag az a fémszál, ami ugye a bankjegyekben megtalálható, amely önmaga is védelmi tulajdonságokkal rendelkezik. Ránézésre is látjuk, hogy bankjegy specifikus. Itt van a Magyar Nemzeti Bank, illetve a 20.000 MNB, illetve 20.000-es felirat. Ezen minden egyes bankjegynek saját biztonsági szája van, és ugye ahogy a nyomdában látni fogjuk, egy ízben 4 oszlopban jelenik meg ez a szál, hiszen 4 oszlopban vannak a bankjegyek egymás mellett. És mivel most a 20.000-es gyártjátok, így van. Így ez a 20.000-esnek a szála. Bent van a vízjel, bent van a fémszál, innentől a papírgyártó gépen sok-sok hengeren és jó pár nyújtó és szárító fázison megy át a papír, vagy inkább még csak a pép. Ezek célja a folyadék kiszorítása mellett egyértelműen az, hogy a folyamat végén tökéletes minőségű és erős bankjegypapír keletkezzen, ami alkalmas lesz majd arra is, hogy bírja a közel 20 tonnás nyomóerőt a nyomtatógépben. A feltekercserést követően egy másik teremben, egy másik gépen, az úgynevezett iridescens csík felvitelével még tovább bővül a biztonsági elemek sora. Az iridescens csíkot egyébként úgy fedezhetjük fel a bankjegyen, hogy fény felé fordítva irizál, leginkább aranyszínt mutat. Utolsó lépésben a tekercset a vágó gépbe fűzik, ami levágja azokat a nagyjából 1 méter x 1 méteres íveket, amiken elfér majd a 28 darab bankjegy. Nem mondom, hogy ez egy teljesen átlagos
ív, de akár az is lehetne, felületesen nézve legalábbis, de azért, hogyha jobban megnézzük, akkor van benne egy fémszál, van benne ugye vízjel, és van benne, szerintem jól látszik, ahogy csillog egy plusz nyomat. Nem sokára megnézzük, hogy lesz ebből a teljesen átlagosnak tűnő fehér papírból, ami néhány gram, hogy lesz belőle 3 kiló. Ahhoz, hogy kiderüljön, hogy lesz belőle majdnem 3 kiló, azaz hogy lesz belőle 280 ezer forint, visszatérünk a bankjegynyomdába, hisz a nyomtatási fázisok következnek. Az első ezek közül az UV-nyomtatás. Az UV-nyomtató címlet specifikus védelmi elemeket visz fel a papírra, a 10 ezer forintos esetében ezek így néznek ki UV-fény elé tartva. Itt láthatóan megelevenednek azok a véletlen eloszlású pehelyezők is, amiket még a papír pépesítése során a papírgyárban kevertek az anyaghoz. A második nyomtatási fázis az alnyomat felvitele. Az alnyomat összesen 6 színt tartalmaz, a pontos színkódokat természetesen nem mutathatjuk. Amikor a 10.000-es elő- és hátoldalának az alnyomata is nyomtatásra került az úgynevezett offset nyomógépen, az ívek átkerülnek a metszet nyomógépre, ahol a harmadik nyomtatási fázisban a bank egy karakterisztikáját meghatározó képi elemek kerülnek fel, úgy mint a névérték, a portré, vagy épp a hátoldalra az esztergomi bazilika. A metszet nyomógépen belül a már szintén látott metszet nyomó lemez játssza a főszerepet, ez veszi fel a festéket, és ezt préseli bele a gép a papírba a már említett 20 tonnás nyomóerővel. Itt négy lemez van egy óriási acélhengeren, egy 1-1 átméter átmérőjű acélhenger, és a papír az pedig itt közvetlenül közötte megy át. Itt van benne azon, ahol a két henger találkozik, az a 20 tonnás erő, ami belepréseli a papírt ezekbe a vékony vonalakba, és ki is emeli magával együtt a festéket. Ebből a gépből ugye kettő van, ez amit látunk, ez az előoldalt nyomtatja, egy ugyanilyen van, ami hátoldalt nyomtatja. Ez a vastag festékrétegnek pedig több mint egy hetet kell száradnia a nyomtatás követően ahhoz, hogy megszilárduljon és tovább feldolgozzon. Egy hétig száradni? Egy hétig, minimum egy hétig kell száradnia. Ezzel tehát megvannak a főmotívumok, megvan a hátterünk, egyetlen nyomtatási fázis van még, az utolsó lépésben felkerül a bankjegy sorszáma is. Ha valakiben esetleg felmerül, hogyha minden technikai eszköz rendelkezésre áll, akkor miért nem nyomtat korlátlan mennyiségben pénzt a pénzegynyomda, hogy mindenkinek jusson? Az egyszavas rövid válasz mindenre az infláció. A pénzforgalmat a Magyar Nemzeti Bank nagyon komoly eszközökkel szabályozza, ha túl sok bankjegy lenne forgalomban, azzal a pénz elértéktelenedne, azaz elinflálódna. Hát ez így elég jól mutat. Hát ez gyors felszámolás, 280 ezer forint van ezen az íven. De ha már itt állunk, akkor ezt is kiszámolhatnák. Ennyi pénzt így egyben legalábbis bankjegyért biztos, hogy nem láttam még. És ez valami brutális szám így, pedig nem egy nagy stóc. Hát igen, ugye be kell szoroznunk a 280 ezer forintot az ívek számával, ugye 100 ívről beszélünk ebben a stócban, tehát ez úgy nagyságrend neki olyan 700 millió forint. 700 millió forint. Forintot látunk itt, plusz ez. Apró. Azon felül, hogy biztos, hogy mindenki nagyon becsületes, de nyilván azért felmerül a kérdés, hogy ennyi sok bankjegy között, hogy derülne az ki, hogyha itt valaki mondjuk eltenne a zsebébe egy stócca és kisétálna, lehet-e ilyet egyáltalán? Gyakorlatilag a kollégák nem hozhatnak be ide bankjegyet, saját bankjegy nem kerülhet be. Jó, hogy nem pénztárcát se hozhat? Nem, az üzemek területére nem hozhatnak be bankjegyet, így ugye kifelé sem lehet náluk. Az anyagok pedig minden reggel elszámolva kerülnek kiadásra a termelési területekre, amik napközben, de legvégső esetben a nap végén visszaszámolásra kerülnek. Hogyha ott hiányzik nem csak egy ív, nem csak egy bankjegyszelvény, hanem annak egy darabja, akkor azok a rácsok, amelyeket lehúzunk erre az elszámolási időszakra, azok egész addig nem nyílnak fel, amíg nem találjuk meg a teljes bankjegyszelvényt vagy bankjegyívet. Tehát teljes zár? Teljes zár. Senki nem mehet ki, még én sem. A gép az íveket szépen feldarabolja kereszt és hosszanti irányban, majd a már feldarabolt bankjegyek ebbe a hatalmas bankjegy vizsgáló gépbe kerülnek, ami másodpercenként 40 bankjegyet vizsgál át minőségi és biztonsági szempontok alapján, és kvázi eldönti, hogy a bankjegy jó vagy sem. Amit nem talál megfelelőnek, az a bankjegy megy a darálóba, ami megfelel, azokat pedig becsomagolja. Most olyat teszek, amit lehet, hogy nem lehet, vagy nem szabad. El lehet innen venni egy dobozt? Hát ha visszatesszük, akkor igen. Nem ígérem. Akkor ez a vége. Ez a vége, ebben ugye 10 köteg bankjegy van, 10x100 darab bankjegy elforgatva, ezek kerülnek ezekbe a batárokba, aláírva, dátumban ellátva, pontosan egy minősítő címkével ebbe a batárba, ami utána plombával lezárva kerül leszállításra a Nemzeti Bankba. Jó. Most forduljon egy pillanatra, légy.
Az imént fém konténereknél hagytuk abba, maradunk a fém konténereknél. Zsoltot viszont elcseréltük egy csinosabb szereplőre. Hol vagyunk most, Barbi? Most a Magyar Nemzeti Bank készpénzlogisztikai igazgatóságán vagyunk, és most jön el az a pillanat, amikor a pénzek nyomdában elkészült bankjegyek beérkeznek a Magyar Nemzeti Bankba. Olyan nagy páncélautót látok. Hát így van, a benne szállított érték ezért ezt indokolja. És akkor ide fog beállni? Igen, ide fog beállni. Úgyhogy akkor gondolom, most menjünk. A páncélautót a sofőr pakolja ki, természetesen az ő arca sem mutatható, mint ahogy Barbien kívül itt senki sem. A logisztikai központ ezen részén a helyiségek egy kvázi seki sebe zsiliprendszerrel kapcsolódnak egymáshoz, így a bank munkatársai csak azután kezdik meg a konténerek átvételét, miután a sofőr elhagyta az épületet. Belül egyébként számítógépes útvonaltervek alapján programozott robot targoncák hozzák, viszik a több száz kilós pénzzel teli konténereket. És amíg ők nem voltak, addig ez hogy zajlott? Hát addig volt az, hogy az a klasszikus nevén, a békán tologatták az itt dolgozó emberek a bankjegyeket, és különböző ládákban, meg különböző csomagolási egységekben szállították. Ez jóval biztonságosabb is, és hát nyilván megbízható. De az még nem itt volt? Az nem itt volt, az még egy másik helyszínen volt, az bent volt a Budapest közepén, a Szabadság téren. És hogy most hol vagyunk, ezt meg lehet mondani? Most a Magyar Nemzeti Banknak a logisztikai készpénzlogisztikai igazgatóságán vagyunk, Budapest területén valahol. Pontos címet nem mondtam. Sajnos nem. A robot targoncák egyébként semmi veszélyt nem jelentenek az emberre, ha mozgást érzékelnek a közelükben, azonnal megállnak. Hogy mit, mikor és hova vigyenek, azaz az útvonalukat, ebből a komputerteremből irányítják. Az útvonaluk egyébként három fő pont között zajlik, a ki- és beszállítási pontot már láttuk, ezen kívül van még egy bankjegy feldolgozó szoba, ahol a használt és új bankjegyek ellenőrzése zajlik, ide megyünk majd még a későbbiekben, és van a milliónyi fémkonténerrel teli magas raktár. Nem tudom, mennyire érezni a kamerán keresztül. Ennek a belmagassága, ez egy 4 emeletes háznak a magasság, azt mondtad nekem. Tehát igen, de viszont... ahol mi állunk, ugye ez a föld felszín, uh-huh. És ennek a 4-5 emeletes ház, ez ugye az alattunk van. Tehát ezek a konténerek, ezek alattunk 4-5 emeletes háznak megfelelő mélységben helyezkednek el. Korábban most a pénzegyomdában már volt körülöttem, hogy mellettem 700 millió forint. Itt vajon mennyi lehet? Hát itt azt tudom neked mondani, hogy a Magyarországon jelenleg forgalomban több mint 500 millió darab bankjegy van. Tehát 500 millió bankjegy van forgalomban. Ennek az 500 milliónak évente általában egy olyan közel a felét dolgozzuk föl. És akkor ami feldolgozásra vár, vagy végzett, az van itt gyakorlatilag. Igen, igen, vagy szállításra vár, igen. Itt tároljuk, és hát a különböző jegybanki készletszinteknek is meg kell felelnünk, tehát nyilván tárolunk is itt bankjegyet. A forgalomban lévő 500 millió bankjegy összértéke egyébként nagyjából 6000 milliárd forint, ennek nagy részét természetesen a 10 és 20 ezer forintosok teszik ki, míg a kisebb címletekből kevesebb van forgalomban. A raktáron belül, mint látható, szintén automatika által vezérelt rendszer hozza-viszi és rendezgeti a konténereket. Mivel itt elég komoly károkat tudna okozni egy esetleges tűzvész, a levegő oxigén tartalmát minimálisra csökkentették, nagyjából olyan sűrűségű, vagy inkább ritkaságú itt a levegő, mint egy 3000 méteres hegy tetején. És akkor egy rövid tömör mondatban, vagy akár két mondatban mi ennek az értelme, hogy itt ennyi pénzt tároltok egy helyen? Hát a hivatalos válasz erre az, hogy vannak kötelező jegybanki készletszintek, amiknek meg kell, hogy feleljünk, de ezt úgy kell értelmezni, hogyha például otthon neked a családban, nem tudom én, készpénzt nyilván ti is egymásnak adtok, vesztek, kaptok, de nyilván van otthon valamennyi megtakarításotok is. Tehát a Nemzeti Banknak is kell, hogy rendelkezzen bizonyos számú megtakarított bankjegyel, amik lehetnek igen valóban új bankjegyek, frissen gyártott bankjegyek, de azok egyébként a forgalomból visszáramlott, de jó minőségű bankjegyek is lehetnek. Tehát nem csak új, hanem használt is. Is lehet itt. És akkor szerintem, ami mindenkinek eszébe jut, és erre most nem készültél fel, erre a kérdés, ami nekem is most jutott eszembe, hogy esetleg egy szobával arrébb ott van mondjuk az aranytartalék, vagy ez egy teljesen máshol tárolt valami. Mert hogy nyilván, ha már otthon van pénz, akkor tartunk aranyat is otthon. Hát aki olyan szerencsés, hogy tartson, akkor azt tart otthon aranyat is. Nyilván a aranykészletről is a Magyar Nemzeti Bank gondoskodik egy arra megfelelő épületben. Azt most nem fogod neked bemutatni. Hát sajnos azt most nem.
és akkor irány tovább, jöjjön az egész épület legnyüzsgőbb terme, a már említett bankjegy feldolgozó. Itt kézi és gépi ellenőrzésen is átesik minden megforduló bankjegy, nem csak az újak, a használtak is. Használjuk a pénzt, a bankjegyeket forognak egész nap, azt este, nap végén vagy délután, ahogy erre igény van, elszállítják a pénzszállító cégek, és nyilván a kereskedő bankokból is beszállításra kerül a pénzszállító cégeken keresztül ezeknek a telephelyeit. Ők már végeznek egy előzetes ellenőrzést, jól tudom, egy light, ellenőrzés így van, light. Így van. Hát azért annyira nem light, azért azt nem mondanám, hogy light, mert az is egy nagyon szigorú ellenőrzés. És akkor itt az a pénz, ami jónak bizonyul, az visszakerül a rendszerbe. Nyilván, igen, ami jónak bizonyul, nyilván mindent átnézünk, ami nálunk van, minden bankjegyet ellenőrzünk, ami jónak bizonyul, az konténerekben kerül, és vár arra, hogy újra kikerüljön a forgalomba. Ami pedig már nem forgalomképes, mert elhasznált, szennyezett, sérült, egyebek, az pedig egy ilyen csőhálózaton keresztül a megsemmisítő rendszerbe jut. A bankjegy feldolgozó központi agya tehát ez a pénzvizsgáló, amihez hasonlót már láttunk korábban a pénzjegy nyomdában. Ahhoz hasonlóan ez is 40 bankjegyet vizsgál át másodpercenként, amit jónak ítél, az kötegelésre kerül, majd a pénzszállító cégek páncélautókon elviszik, és például bankjegy kiadó automatákon vagy kereskedelmi bankokon keresztül újra visszakerül a forgalomba. Azok a bankjegyek, amelyek sem az emberi szemrevételezés, sem a gépi vizsgálat után nem bizonyulnak használhatónak, megsemmisítésre kerülnek. A megsemmisítés első lépése a darálás. A daráló először olyan aprúra vágja a bankjegyeket, hogy fel sem lehet ismerni, milyen címlet volt eredetileg, majd a ledarált papírból briketteket formáz, amik elszállítása, majd eltüzelésre kerülnek. Sétáltál már magassarkúban apró pénzzel esetleg? Nem szoktam. Akkor most megrújtod a kezed. Na milyen? Hát kicsit nehéz, azért elmondom, de... De ezt azért nem hagyhatjuk ki. Jó, ha már ez a bankjegyekkel foglalkozunk elsősorban, stabilan állsz? Igen, abszolút rendben van. Jó, de ha már itt van ez a Dagobert bácsis helyszín, akkor az érmékkel is foglalkozunk egy picit. Hát le vagyok nyűgözve, ez most itt micsoda? Hát érmezsákokon állunk, te én úgy tudom, hogy te éppen 50 forintosokon, aha, és azt hiszem, hogy én magam is 50 forintosokon, itt mellettünk van 20 forintos is, de az érmékkel nem csak egy picit érdemes foglalkozni, hiszen 1,9 milliárd darab érme van forgalomban. Ó, 500 millió bankjegy és 1,9. Így van, ami a teljes készpénz állománynak a 2%-a. Úgyhogy egyébként elenyésző százaléka, de darabszámban pedig nagyon sok. Érdemes még azt is tudni, hogyha már a logisztikai igazgatóságon vagyunk, hogy az érme logisztikában az a hátulütője, hogy az érme az nehéz nagy tételben. Tehát, ez mondjuk itt 50-es, úgy látom, ugye? Igen. Úgyhogy igen. Van, amikor érdemesebb. Ez itt mennyi 50-es? Ezt úgy tudom, hogy ebben most 2000 van benne, 2000 darab 50 forintos. Hát akkor ez mennyi ez... 100 ezer forint. Így van. 100 ezer forint. Hú, ennek van súlya tényleg. Hát bankjegyben mindenképpen egyszerűbb lenne ezt kezelni. Szerintem elmondtuk mindent. Igen. Igen. Na, lefelé? Innen, hát... A videóm a Magyar Nemzeti Bank támogatásával készült.